Az első negyed óra még kiegyenlített játéka után egyértelműen végig a mérkőzésen a hazai csapat dominált, gólhelyzeteknek is nevezhető veszélyes szituációk egész sorát teremtették meg a paksiak a diósgyőri 16-oson belül. Egy szöglet után aztán a 20. percben, amit szakáig be, Windecker szerezte meg a paksi vezetőgólt. Maradt támadásban egyúttal labdabirtoklási és szemmel láthatóan összjátékbeli fölényben is a PFC, így sokkal inkább további paksi gólokat prognosztizált a játék képe, mint sem az első Diós Így is lett. A második félidő harmadik percében ismét szögletből a hátvér Gévai révén szerzett újabb gólt a Paks 2-0. Az 56. percben egy baloldali támadás után Balog nagyszerű beadását követően éppen Hánelé mentettek a vendégek, a csatár közelről egy határozott mozdulattal lőtt a hálóba 3-0. Egy perccel később 11-esből szépített a DVTK, de jött az újabb számukra fekete leves. Már a harmadik gólját szerezte szöglet után a PFC, és Windecker közeli fejesével visszaállt a három gólos különbség 4 1 a hátralébe 20 percben már a közönségnek akart játszani a paksi csapat, aminek a vége nem újabb paksi gól vagy gólok, hanem egy gyors, szép kontrából elért Diósgyőri találat született. Paks Diósgyőri 4-2. Most egy kicsit lépésen vagyunk, de azért mi se így kalkuláltunk, hogy a mai napot így zárjuk a többi csapat jó Mivel a kieséstől fenyegetett Kisvárda pontot mentett, a Debrecen pedig nyert, így csak az utolsó fordulóban dől el, ki lesz a másik kieső a Kaposvár mellett. Amennyiben Debrecenben pontot szerez, bent marad a paks. Vereség esetén a többiek eredményétől függ, hogy Ostermeyer Gábor csapatának sorsa végül is mi lesz a 2019-20-as szezon végén.